30 millió forinttal bővül a Kollégium Plus program. Ezt Cibere Károly, az EMMI szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára jelentette be múlt csütörtökön a Nyírteleki Kedvesházban. A jelenlegi 110 millió forintos program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatását, és 2020-ig elérje az ország a kormány által célként kitűzött 10%-os lemorzsolódási arányt. A Kollégium Plus program célja, hogy a kollégiumokban nevelkedő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, főleg felső tagozatos diákok számára többletszolgáltatást biztosítson, azért, hogy a családból hozott hátrányukat leküzdhessék. Ez egy modellkísérleti program, amely a Kedveshez programjából indult ki. Ebben 6 kollégium vállalta, hogy 3 éven keresztül fejlesztenek, és keresik azokat a módszereket, amelyek a legeredményesebbek a hátrányos helyzetűek felzárkóztatására. Arra igyekeztünk a kiválasztásnál figyelni, hogy legyen benne állami fenntartású, civil fenntartású, egyházi fenntartású. Tehát fontos, hogy minden szektornak a tapasztalata megjelenjen. Fontos az is, hogy területileg ezek különböző helyén legyenek az országnak, hiszen a területi különbségek is fontos, hogy megjelenjenek, és az is fontos volt, hogy ezenben a kollégiumokban a hátrányos helyzetű és a halmozott a hátrányos helyzetű diákok aránya nagyon magas legyen, lehetőség szerint 50% vagy a fölötti. Ma az látszik, hogy ebben a 6 kollégiumban, ami kiválasztásra került egy pályázat során, több mint 200 olyan gyermek van, aki hátrányos helyzetű, tehát azt várjuk, hogy a harmadik év végére valóban lesznek olyan kézzelfogható tapasztalataink, amelyek alapján aztán ki lehet bővíteni országosan majd a programot. Így Magyarország versenyképessége hosszú távon növelhető. Jelenleg 6 intézmény vesz részt a programban, azonban a sajtótájékoztatón Cibere Károly, a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár bejelentette, hogy a jelenlegi 110 millió forintos programkeret idén tovább bővül 30 millió forinttal, így szeptembertől 2 újabb intézmény kapcsolódhat be. Vinnai Győző országgyűlési képviselő a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Azt gondolom, hogy akár büszkék is lehetünk arra, hogy a Nyírteleki Kedvesház be tud kapcsolódni ebbe büszkék a Kollégium Plusz programba. Mivel érdemelte ki ezt a kijelöltetést? Hát több mint 20 éve dolgoznak a Kedvesházban. A Kedvesház ugye egy alapítvány fenntartásában van, és a dolog lényege az, hogy itt Nyírtelek közigazgatási területén, illetve ebben a térségben nagy külterülete van Nyírteleknek, hát Nyíregyháza környékén is ott találtuk a bokortanyák. Olyan hátrányos helyzetű gyermekek kerülhetnek be a kollégiumba, akik így nem tudják az iskolát elérni, vagy a család nem tudja őket olyan szinten tanítatni, amilyen tehetség, adottság van bennük. Éppen ezért több mint 20 éve egy sajátos pedagógiai programmal indult el a Kedvesház, hogy a tanulást megtanítani nekik, hogy játszva tanuljanak, hogy miért érdemes tanulni, hogy motiváltak legyenek a tanulásban, hiszen minden gyerekben, akár hátrányos helyzetű vagy roma és hátrányos helyzetű gyerek, benne van a tudás iránti vágy, a jóra való törekvés, és ez a program, ez a Kedvesház pedagógiai program országosan elismerté vált, hiszen az itt lévő gyerekek egyfelől nem morzsolódtak le az iskolai oktatásba, másfelől többen tovább tanultak, hiszen több mint 2 évtizedet tart, itt már vannak nagyon jó példák, jó gyakorlatok, és nagyon nagy büszkeség, hogy a Kollégium Plusz programba, amely célzottan azt mondja ki, hogy a hátrányos helyzetű családokban élő gyermekeknek az oktatását akarja előrevinni, hogy ne termelődjön újra az esélytelenség, a leszakadás. Tehát a társadalmi felzárkózást akarja, ami jó a családoknak, jó az egyénnek, de mondjuk ki, jó egy közösségnek, jó egy nagyobb közösségnek, nekünk magyaroknak is, hogyha nem kallódnak el ezek a gyermekek. Miben tud plusz nyújtani az eddigi Kedvesház programhoz képest a Kollégium Plusz? Ugye egyrészt egy finanszírozási alap van. Ha én jól vettem ki, akkor ez 3 tanévre vonatkozóan elindul most az országban 6, illetve 8 helyszínen, mert szeptemberben még 2 helyszínnel kiegészül. Ez azt jelenti, hogy 8 olyan iskolában, legyen az állami fenntartású, egyházi, vagy éppen civil fenntartású, elindulnak ezek a programok, megkapnak 110 millió forintot, ami azt lehet mondani, hogy olyan 18-20 millió forint egy intézményre, egy iskolára vetítve, és ebből
hogy mondjam, stabilabb a működésük. Ebből a kollégium feltétel az, hogy kollégiumi közösségben legyenek, mert itt a kedvesháznak az is előnye, hogy egymástól is tanulnak a gyerekek. Tehát látják azt, hogy ki mennyire motivált, hogyan... És egymást tudják húzni. És egymást tudják húzni, pontosan. És a nyílt lelki iskolába pedig, hát mivel már több mint 2 évtizede járnak, nagyon pozitívan fogadják őket. Az ottani tanárok több képzésen vettek részt, továbbképzésen vettek részt, és nagyon sikeres ez a program, úgyhogy büszkék vagyunk rá, és ha a megye szempontjából, vagy a térség szempontjából nézem, akkor azért lényeges ez, mert az a célunk, és ezt Magyarország vállalta is 2020-ig, hogy az iskolai lemorzsolódást csökkenti, tehát hogy azoknak a száma csökkenjen, aki nem végezte el a 8 osztályost, vagy funkcionálisan analfabétaként kerül ki az általános iskolából. Ez olyan 11,8% most, és 10% alá szeretnénk csökkenteni. A másik pedig, hogy ilyen állami segítséggel, ilyen programokkal a továbbtanulásra ösztönöznénk a gyerekeket, mert hát mondjuk meg őszintén, nagyon sok szülő úgy nyilatkozott, én szülőkkel is találkoztam korábbi programom, hogy ő nem tudja megadni neki ezt az esélyt, mert távol van az iskolától, nincs olyan anyagi helyzetben, és jó kezekben vannak ezek a gyerekek. Nagyon hát összetartóak, egymást is segítik. De már az is nagyon nagyszerű, hogyha egy szakma irányába tudjuk elindítani a gyerekeket, és nem a közfoglalkoztatás lesz az egyedüli életpálya. Ugye, jó magam is tanár vagyok, és a Nyíregyházi Főiskolán újabban egyetemnek hívják, Nyíregyházi Egyetemen tanítottam hosszú éveken keresztül, és én mindig azt mondom, hogy minden gyerekben ott van a tehetség. Tehát ha valaki jó tanuló, akkor menjen főiskolára, egyetemre. Ha valaki szintén jó tanuló, de van benne gyakorlati érzék, akkor menjen, tanuljon egy szakmát. És a szakképzés átalakításával, a szakképzés megújításával, megerősítésével ebbe az irányba vittük, hogy ha valaki elvégzi az általános iskolát és elmegy szakközépiskolába vagy szakgimnáziumba, ugye ilyen a szerkezetet is átalakítottuk, de ez nem is annyira szerkezet a lényeg, hanem hogy mit tanulnak ott, akkor egy jó szakmát megtanul, akkor abból meg tud élni, el tudja tartani a családját, tisztességesen megél, méltóságteljes életet él, és akkor azt mondja, hogy egy nagyobb cég, vagy egy magyar vállalkozó, vagy bárki alkalmazza őt, mert azt gondoljuk, hogy itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is egyre inkább a munkaerőhiány lép fel, és kiket keresnek? Vagy a diplomásokat, vagy a szakképzett munkaerőt. Tehát aki a legnehezebben tud elhelyezkedni, az hátrányos helyzetű, vagy a roma népesség köréből is sokan találnak, nincs végzettsége, és nem nagyon tud elhelyezkedni. A közfoglalkoztatási programba vontuk be őket 2011-12-től, hogy ne segélyből éljenek, hanem munkából, és most meg az a cél már, hogy a közfoglalkoztatási programból is egyre inkább az elsődleges munkaerőpiacra, a versenyszélába kerüljenek át. Tehát ezek a célok, és azt szeretnénk, hogy Magyarországon minél többen dolgozzanak. Ugye voltak, akik megmosolyogtak annak idején, mint politikus mondom, hiszen 8 éve ott vagyok a parlamentben, amikor kijelentettük azt, hogy teljes foglalkoztatottságra kell törekedni, és ma már ott vagyunk, hogyha ezt 3% alatt nézzük, mert a közgazdászok azt mondják, hogy 2-3%-os munkanélküliség annak tekinthető, hiszen bizonyos fluktuáció van a munkaerőpiacon, akkor azt lehet nézni, hogy Nyugat-Magyarországon, Győrben, Sopronban 1%, 1,5% körül van a munkanélküliség, sőt talán olyan településeket, ahol nincs regisztrált álláskereső. Nálunk más a helyzet, de 2010-hez képest előreléptünk, hiszen itt volt a megyének olyan része, olyan periférián lévő része, hogy 20-25%-os munkanélküliség volt, most már itt Nyíregyháza környékén 3,6 körül van, míg mondjuk egy tiszavasvári térségében 7-8%-os a munkanélküliség. Nem lehetünk elégedettek ezzel, nem azt akarom mondani, hanem azt akarom mondani, hogy a társadalmi felemelkedésnek az egyik legfontosabb lépése az oktatás. Az, hogy itt Nyírtelken elindult ez a Kedvesház és Kollégium Plus, lehet-e valamilyen pozitív hatással a többi hátrányos helyzetű gyerekkel foglalkozó oktatási intézmény természetesen, számára? Természetesen, hiszen azt mutatja, hogy van értelme ilyen programoknak, van értelme, hogy a hátrányos helyzetű családokból
jövő gyerekeknek legyen perspektívája, hiszen én azt gondoltam mindig az iskoláról, és benne a magyar iskoláról is, és ezért még tenni kell, hogy akkor jó egy iskola, hogyha a családból hozott hátrányokat csökkenti. Talán nem, példanélküli az, hogy visszautalok arra, hogy az óvodában is 3 éves kortól kötelező óvodáztatást Magyarországon. Ez az Európai Unióban az egyik legjobb arány, mert úgy tudom, hogy a 3 éves kor felettiek 95-96%-a ma Magyarországon óvodába jár, ingyenes étkezést kap, ingyenes tulajdonképpen az óvodai ellátás, nem csak a rászorultuknak, majdnem mindenkinek, és ott megtanulnak olyan kulturális hiányosságokat is tudnak kompenzálni, szocializációs folyamaton mennek át, utána az iskolában azt gondolják a szülők is, és majd a gyerekek is, hogy nagyobbak lesznek, hogy érdemes tanulni. És talán hadd mondjam el, hogy ennek a Kollégium Plus programnak a felső tagozatra kell koncentrálnia. Tehát 5. osztálytól, vagy 6. osztálytól a 8. osztályig, hogy tulajdonképpen itt tanuljanak meg tanulni, és itt lássák értelmét a tudásnak. Képviselő úr, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt ma. Köszönöm a lehetőséget.